Köszöntöm kedves nézőinket, itt vagyunk a Nagyvénkerti városrészen, egészen pontosan a Kántor Sándor utcán. Itt van velünk Molnár Pál úr, a Városgondnokság igazgatója, akit arról kérdezek, hogy most jelen pillanatban milyen munkafolyamat zajlik itt a háttérben, mit lehet erről tudnunk? Most éppen a Nagyvénkertben található szivattyútelepnek a karbantartása folyik, minden évben át szoktuk vizsgálni, ugyanis ez a szivattyútelep egy nagyon fontos feladatot lát el. A környéken található belvíz csatornákat ez gyűjti össze, és ez vezeti be a mellettünk található 400-as csatornába, amely csatorna kitakarítása is folyamatban van. Ugye mindig épül, szépül a város, tavasz közelettével egyre több munkát végez a Városgondnokság is a különböző városrészekben. Itt milyen munkákat terveznek, mi várható majd a jövőben, és mindezt mi indokol? Évek óta problémája ennek a városrésznek az, hogy igazából a belvíz elvezetés nincs megoldva, és elkezdtünk egy olyan felmérést ebben a városrészben, amely azt szolgálná, hogy a belvíz elvezetési problémákat meg tudjuk oldani. Belvíz elvezetési problémák alatt értem a csapadékvíz problémáját, amely az utcákra esik le, valamint a tetőkről lezúduló csapadékvíznek az elvezetését. Természetesen egy olyan megoldást próbálunk találni, amely minimális földmunkával, minimális beavatkozással jár. Mikor indulhat majd meg ez a munka? Most milyen fázisában van ez a munka folyamat? Jelen pillanatban az állapot fölmérés történik, ugyanis ezeket a munkákat meg kell majd terveztetni. Megtervezik, és utána kiválasztjuk azt a formát, amely, ahogy említettem, a legkisebb munkával, a legkisebb beavatkozással jár. Egyébként nem kell egy olyan átfogó rendszerű belvízmentesítési programra gondolni, mint azokon a városrészeken, ahol mélyfekvésűek, mély csatornákat kell kialakítani. Szerencsére ez a városrész a városnak az egyik legmagasabban fekvő pontja, de kisebb beavatkozásokat itt is végre kell hajtani ahhoz, hogy a víz le tudjon jönni ehhez a szivattyú telephez, valamint a mellettünk található előbb említett 400-as csatornához. Ez fontos abból a szempontból is, hogy az itteni városrészben található házaknak az állagát megőrizzük? Természetesen, ugyanis ha csapadékvíz nincs elvezetve, mind a utak állapotában nagy problémát okozhat, tehát a szélei leszakadoznak, alámossák a belvizes részek a útalapot, valamint a házaknál is problémát, a lakóházaknál is problémát jelenthet. Ez egyébként önkormányzati feladat is, hogy a lakosságnak biztosítsa a vízelvezetést. Ugye itt például mögöttem is látszódik, hogy már kisebb, nagyobb fákat kivágtak, ami itt mondjuk, tehát valamilyen szempontból indokolt volt, hogy innen kiszedjék ezeket a fákat. Zavarhatja például majd a lakosságot ez a munka, tehát ezek nagy hanggal, nagy zajjal, nagy felfordulással járnak majd? Az a tapasztalat, hogy a lakosság észrevételezi, hogyha a korábbitól megszokott munkafázisok zajlanak egy utcán, és ugye a változás, hogyha a semmihez képest, ha semmit nem csinálnak az utcán, emberek jelennek meg. Ezt minden esetben tájékoztatásul közölni szoktuk a lakossággal, egy udvarias kis levél vagy tájékoztató papír formájában, hogy ne lepődjenek meg, hogyha a Városgondnokságnak a szakemberei megjelennek. Itt jelen pillanatban olyan fákat vettünk ki, amelyek már problémásak voltak, tehát olyan egészségügyi állapotban voltak, hogy ki kellett venni, vagy pedig a bokorszerű fákat próbáljuk kialakítani normál növésű fává. Hogyha megkezdődnek itt majd a munkafolyamatok, akkor körülbelül mennyi időintervallumban, mekkora időintervallumban gondolkodhatunk, tehát meddig fog majd tartani ez a munka várhatóan? Nyilván ez a tervektől függ majd, de ahogy említettem, mivel egy magas fekvésű városrészről van szó, nem akarjuk nagyon elhúzni azt az időszakot, amely a munkákkal folyik. Egy néhány hetes vagy maximum egy néhány hónapos munkára kell itt számítani, de az sem olyan terhelés jelent majd az itt lakóknak, hogy mondjuk elviselhetetlen lenne. Gondolom, hogy a többi városrészben is lesznek majd munkálatok. Ugye itt van a tavasz közeledik, és kezdődnek ilyenkor a takarítási, gajalási munkák. Erről is fogjuk majd tájékoztatni a kedves nézőket a következő időszakban. Köszönöm az interjút. Köszönöm szépen én is.